Jézus, hát... Hát aztán... Ez kegyetlen. Megmondom őszintén, engem nagyon meghatott. Nem te vagy. De ez én vagyok. Amúgy erről szól ez az egész. Komolyan megtisztelsz, hogy, ezt elküldted ez nekünk. Zseniális. Sziasztok! Sziasztok! Elérkeztünk az otthoni konditerem, hát értékelő vagy bemutató videósorozatunk következő részéhez. Második. Ugye arra kértünk titeket, hogy mutassátok meg, hogy milyen otthoni konditermekben, kondisarkokban végzitek az edzést, és ezeket fogjuk most megnézni. Nagyon kíváncsi vagyok. Ami nekem nagyon tetszett komment, amúgy valaki írta, hogy ezek az otthoni konditermek, ezek valójában offline gamer setupok, vagy mi volt valami, ez nagyon tetszett. Igen. Még egy közérdekű info így az elején, illetve kettő, az egyik az, hogy mivel megint nagyon sok e-mail felgyűlöm lett, ezért esélyes, hogy megint csak kell majd egy következő rész, hogyha továbbra is érdekel titeket ez a sorozat, és élvezitek, úgyhogy mindenképpen meg kommentbe, meg like formában is tudjátok ezt jelezni. A második közérdekű közlemény pedig az, hogy ezt a videót a trendhim.hu támogatja, ahol nagyon sok férfi ékszert és kiegészítőt találtok, karkötőktől a nyakláncokon át, most egyébként ilyeneket viselek. Övek, napszemüvegek, mindenképpen érdemes körbenézni, és hogyha szeretnétek valamit begyűjteni az oldalról, akkor érdemes azt mostanában megtenni, ugyanis még él a limitált ideig tartó kuponkódom, az OAR15, amivel 15%-os kedvezménnyel tudjátok megvásárolni ezeket a cuccokat. Megtaláljátok a linket a leírásban, hogyha arra rákattintotok, akkor automatikusan levonja az oldala kedvezményt. Na nézzük! Ferenci Péter. Kedves Zoárd, örömmel vettem a felhívásod, miszerint mutassuk be neked az otthoni termünket. Van egy eredetileg multifunkciós kondi gép, háttárogató, fekvad, combfeszítő, hajlító, igen. Lassan egy éve kikerült a rezidencia garázsba, ott lett kialakítva egy sarok. A csúcspont az elnevezés, igen, Mini Cutler Gym. Ugyanis ha egyszer eljutnék oda, hogy lenne egy saját termem, beszállnék a Cutler franchise-ba, szép ambíciók. Aszta, jó, ki is van írva, hogy Mini Cutler Gym. Itt van, Mini Cutler Gym. Bocsánat, a kondi gépek is érdekesek, de ami nekem kiszúrta a szemem, ez a grill. Nekem is a hűtőszekrény. És a hűtőszekrény. De tök jó nézd oldalra, van támaszva külön tükör is, hogy tényleg lásd magadat. Magad. Van fekpad, van guggolóállvány. Ott hátul vannak gumiszallagok. Mekkora izé van itt? Hangfal. Erre azért, hogyha ezt be lehet kötni, akkor azért erre rá lehet tolni a zenét. You know what time it is? Disco time! Hát ez a logó, ez szenzációs. Ott áll az autó is, nagyon jó. Matricák, ahogy illik. Nagyon pasi is. Itt vannak a biotikus táplálék kiegészítők, a többi ez ugye le van szokva. Ott van egy fénykép is, ha jól látom. Ez én vagyok. Nem te vagy. De ez én vagyok. Jelen? Igen. Azt, hát ez eléggé megható. Talán a Muscle Beach-en készült. Megtisztelsz. László Máté. Szia, most láttam a felhívást, hogy lehet a saját kis termünkről képeket küldeni, ezért csináltam is mindenről fotókat. Az egyik része az udvaron fedetlen helyen van, a másik része pedig egy kis teremben, ami régen a terménynek volt fenntartva. Wow. Elég sok mindent én magam építettem és raktam össze, de valamit vásároltam. Ez a szőnyeg, ez itt mindenhol nagyon hát találó. Kell. Ez azért rendesen sufni tuning, tehát ezt, ezt azért egész szépen magának hegesztette össze, meg rakta össze. Hát a tárcsákat meg is, a tárcsákat nézd meg, ezek is. Mi? Azt a rohadt. Aha, itt egy ilyen kis street workoutos megoldás, ugye. Húzockodó állvány, egy fekpad, tolóckodó, vagy múltkor se tudtam ez meghatározni, ez, hogy mondják ezek a... Milyen? Nem talajgyakorlatok, hanem a másik. Léggyakorlatok. What? Bro, what are you talking about, man? Ez tényleg nagyon homemade, és ahhoz képest ilyen minőséget összeállítani, és ezzel tényleg rendesen nyomni, hát minden elismerésem, és gratulálok, nagyon-nagyon kreatív. És mennyivel több energia kell ahhoz, meg elszántság, hogy egy ilyet összerak magadnak, mint hogy lemenj pont ezen gondolkodtam, hogy ezért ehhez tényleg kell egyfajta fanatizmus, és minden elismerésem. Ami adott, abból dolgozol. Nagyon jó. Kis ventilátor, ahogy kell. Szőnyeg, az ugye ez egy ismétlődő motívum. Látod, egy kis saját
brandingelt banner. Fantasztikus. Ez is milyen kis mutatós, nem ezzel a lugassal itt szegélyezve. További sok sikert. Nyom tovább keményen. Vajkovics Balázs. Kedves Zoárd, gondoltam, megosztom veled az én kis edzőtermem. Fiatal koromban, 17-18 éves koromban a pincében volt egy saját edzőtermem. 27 évesen kellett a pénz, és eladtam mindent, tokkal, vonóval. 2020-ban sikerült újra megvalósítani az álmomat, és azóta szinte csak itt mozogtam. Aha, és itt látjuk a munkálatokat. Nagyon tetszik, hogy ilyen... Hogy ablakok vannak? Hát, hogy ekkora ablakok vannak, igen, ennyi természetes fény. Szívmelengető, hogy fiatal korodban is már az álmod volt, utána el kellett egy kicsit veszítened, vagy... És utána felépítetted újra. Menjünk, annyira várom, mi a vége. Ó, és akkor került rá ilyen gumi. Hát ez baromi jó. Ez projektor, nézd, ott van jobb oldal, tehát kivetíteni is tud. Várj, és van benne légkondi is. Azt látom, igen. És van benne ott egy ilyen kis bogzsák is. Ez a reflex zsák? Igen. Na jó, na, képzeljük el azt a fiktív szituációt, hogy ide a falra kivetíted a Rocky. Rocky, ugyanerre gondoltam, és közben nyomon. Legyen az Apollo Creed. Megy a légkondi, hogy ezért ne legyen már diszkomfortos, és reflex zsákozó, miközben gondolom egy hangfal is van valahol, talán ez az óriási, ez pont az lesz. És közben süt a nap. Jó, én elkezdtem haragudni erre az ember. Molnár Tibi. Hello, az én otthoni edzőtermem talán a leghatékonyabb árérték arányban, de ami biztos, hogy hangulatban verhetetlen, mivel a cicámat is leszoktam magammal vinni a pincébe. Mindent le tudok edzeni, googolashoz 2 magasított széget használok, a pados evezéshez pedig fagyasztót. Micsoda. Jó, ott látom a feknyomót. Én pedig a macskát, bocsánat. Ja, Gombi az edző. Aha, és akkor itt a fagyasztós megoldás. Ne. Ennyi. És a macska. Jézusom, hogy néz. Mindkét ismétlés. Gratulálunk a teremhez, meg egyébként a 160 kg felhúzásodhoz is. Szép munka. Fodor Karesz. Hú, elég sok 5 e-mailt küldött, akkor lesz bőven fotó. Üdvözöllek, elnézésedet kérem az a zavarásért, hát ne viccelj. Mi köszönjük az e-mailedet. Követlek YouTube-on, Instagramon, szeretem az előadásaitokat. Motiváltak és építő jellegű az élet bármely területén, köszönjük. Így is lehet. 53 éves leszek karácsonykor, 10 éve kamionozom. 10 éve 17 országban edzettem, hóban, esőben, napsütésben. 7 éve Angliában melózom, 2 hónap meló, 2 hét szabadság, kizárólagosan fülkében lakok. Az edzés a szenvedélyem. Átsegít mindenem, és a mai napig építő jelleggel van az életemre. Sajnos napi 13-15 órát dolgozom, 10 éve csak heti 2-szer tudok edzeni, azonban ekkor 3 óra hosszát. Mivel mindent átmozgatok és szuperszetben, a végén pedig 30 percet dinamikusan futni szoktam. Tudom, nem jó, de nekem megfelelő, és még így is le kell állnom, mert mindig pörgésben vagyok. Nekem ez az edzőtermem, és az étkezéséről is küldött néhány fotót. Ez konkrétan a kamion hátuljában. Ez a kamionban van benne. Kamion hátulján. Azt a figyelj, Karesz fogta, kirakta az állványt, vagy a keretet, és ő itt nem tudom, legyen ez mondjuk Írországban valami szigetcsúcson, vagy ott egyet. Fú, én egy kicsit lefagytam. Ne! Kamion elején egy húzózkodó. Ne! Hát ez zseni, ez zseniális. Ott van, elfér, nem? Mit raknál oda? Ott kell lenni a súlyzónak. Ki b***ott jó. Jézus, hát aztán. Ez kegyetlen. Agyad még már. Raklap is van, hogy... Hát ez hihetetlen, ez komolyan hihetetlen. Ez fantasztikus. Várj, nézzük a többi e-mailt. Ez, baszki, megmondom őszintén, engem nagyon meghatott. Mert amúgy erről szól ez az egész, hogy magadért, meg a közérzetedért, meg a teljesítményedért. Mint ahogy mondta is, hogy lehet, hogy nem a legideálisabb, de neki megfelelő, szereti, és itt van, és csinálja. És dobozol és kamionban. Kegyetlen jó. Protein puding. Ez szenvedély. Na erre azt mondom, hogy tényleg le a kalappal. És ezeket ezeket a fotókat egész este tudnám nézegetni. És nem akármilyen formában van, bocsánat. Azt a roha. 53 éves. Komolyan megtisztelsz, hogy ezt elküldted nekünk. Ott a hó, tessék, havazik. Hát én ezt nem, hova lehet még ezt? Ez most egy életmű. Őszintén mondom, hogy ez engem most annyira bemotivált, annyira hihetetlen. Ezt a képet nézd.
Csak miattad már kívánom azt, hogy ez a videó sokakhoz eljusson, és ebből tudjatok motivációt meríteni. Őszintén ilyenkor egyébként elgondolkozom, mert hogy írtad, hogy követed a csatornát, és hogy sok motivációt nyersz a videókból, meg hasonlók, hogy én hol tudok még motivációt, meg inspirációt adni, amikor így nyomja valaki. Hát tudod, azért jó, hogy ez egy közösség amúgy, mert úgy, hogy te motiválod őket, ők is motiválhatnak téged. Na figyelj, mit szólnál, hogy most múltkor mondtad, hogy hölgyek nem küldtek be, és most igen, folytassuk legyen. Egy. Igen. Sziasztok, szeretném bemutatni a mi otthoni dühöngünket. Férjemmel 2022. szeptemberében döntöttük el, tehát eléggé friss a dolog, hogy a továbbiakban az idő hiánya miatt a faluban, ahol élünk, nincs edzőterem, így a szomszédvárosba kellett beautózni munka után, berendezzük a ház egyik kis szobáját, és otthon fogunk edzeni, zseniális. Sok munka és energia árán, de annál büszkében szeretnék megmutatni nektek a home gymet. Jó edzést mindenkinek! Oh! No. Wow! Beautiful! Ez egy nagyon szép, modern guggolóállvány, vagy ugye tudsz nyakból nyomni, stb. Matrica is nagyon jól mutatott középen. Szerintem is, meg ezek tényleg tök jó megoldás. Nagyon, helytakarékos minden. Fel tudod rakni. Ott hogyan áll meg vajon egyébként? Hát ott vannak kampós, nézzék, ja, kampós, aha. Itt tudod hova raknék le? Here we go again. Tudod, hogy én ilyen fénybuzi vagyok, és én ezt a fénypornót kicsit hiányolom. Tudod, érted? Ilyen kis hangulatos dolgok. Végig vagy a padló szegénye, vagy inkább itt fönt. Igen, mert ez egy kisebb szoba, és szépen végig lehetne vezetni. Igen, meg nagyon szép letisztult, tehát hogy jól mutatna bármilyen szín is. Igen, meg hát egy tükör. Esetleg a növelés ugye a helyet. Fargad a munkos. Hello, láttam az első részt az otthoni konditermekről, és gondoltam, elküldöm az enyémet, hogy legyen anyag a többi videókhoz. Na. Köszönjük szépen. Úgy hozta az élet, hogy 2019-ben neki tudtam állni építkezni, úgyhogy a garázs mellett ez a 30 négyzetméteres melléképület már egy az egyben konditeremnek készült. Aztán, elszent. Anyagilag biztos, hogy nem értem meg egy kondibérlet helyet, de az idő, amit megspórolok az ingázással, az idő, az pénz. És hogy elkerülhetem hétköznap délután a sok hülyét, az megfizethetetlen. Ámen. És ez is egy ilyen kis modern. Ez a kardió részleg, igen, ott van egyből egy evezőpad. Hát ez a most modern, ilyen crossfites jellegű kardiógépek. Igen. Van egy futópadunk, van egy hiperhajlító. Látod, hogy ugyanolyan, mint nekem van, csak nagyobb. Igen. De tulajdonképpen már én is elkezdtem a kondit építeni, mert az be lehet rakni majd. Nagyon szép kis letisztult. Nagyon, meg ez inkább ilyen saját testsúlyos ilyen. Nagyon ön, de szép. Kívülről is baromi jó. És itt van még egyébként nagyobb zöld füves terület, ide még akár lehetne egy ilyen street workoutos témát rittyenteni. Vagy egy kutyát. A kettő nem zárja ki egymást, de igen. Gedó Zoltán. Szia Zoárt, pár éve vásároltam egy tanyát egy viszonylag nagy melléképülettel, ami régen műhelyként és ólak formájában állatok tartására szolgált. Lebontottam pár falat, és egyben nyitva kaptam ezt a 30 négyzetmétert. Aha, itt látszik azért, hogy mi az eredete a helynek. Várj, az volt az előtte, ez meg most az utána. Igen, ugyanott a bogzsák. Menj még tovább, menjünk. Ez egy logenes. Igen. Nagyon jól néz ki. Nagyon jó feeling. Nekem van. Nagyon tetszik a gépekben ez a piros, ugyanez a szín visszatér itt a falon is. Igen. Vagy csak egy kicsit dizájnerkedjünk, sőt, ez a burkolás, ez ilyen hangszigetelős. Meg az is tetszik, hogy ott van egy Smith keret. Ott hátul van a bunyós rész. Ezzel a képpel, meg az ilyen másik tala is van, látod, ami igen. A boxon. Annyira meghoztátok a kedvemet egy olyanhoz, hogy legyen egy otthoni konditerünk, hogy ez hihetetlen. Hát figyelj, itt az asztal meg a fal között van egy ilyen 2 négyzetméter oda kéne. Csató Csongor. Csáó, ez az én saját konditermem, vagy edző sarkom, szinte minden házilag készült, legfontosabb tényező, hogy ingyen van, télen ez már nem feltétlenül megoldható, akkor rétegesen kell öltözni. Összességében akkor van igazán szükségem arra, hogy itthon edzek, amikor nincs pénzem kondibérletet venni, vagy kajára és tápkiegre költöttem a félretett pénzt. Wow, mondjuk ezzel a fényen nagyon ijesztő. Nem ijesztő, kibaszott epic. Annyit káromkodok ebbe, bocsánat, de nagyon lelkes vagyok. Nagyon epic. So that was a f***ing lie. Csak te vagy meg a súly, megküzdesz vele, letudod, azt csókolom. Nagyon találtad. Mennyivel extrább, mintha azt mondanád, hogy nincs pénz, nem megyek konditerembe. Nem, megoldom így. Ez az elvonulós. Az, aha, igen. De szerintem ez ilyen pasis dolog.
Ja, valahogy egyértelmű. Inkább, tehát, hogy ez itt ez nehezen nekem tudlak annyira... elképzelni, igen. Igen. Hogy ott a fél homályban nyomod, de... Inkább elmegyek futni. De itt egy fárasztó nap végén azt mondod, hogy most kondiba nem tudok elmenni, itt van ez, lenyomom, kész, szétszedem. Sziasztok, Zoárd és Kinga! Bemutatnám én is a kis termemet, amit egy garázsban alakítottam ki. Fő oka az volt, hogy jó pár év edzést kihagytam, mert nem szerettem lejárni a helyi termekbe a zsúfoltság miatt. Igen, ez eléggé nagy motiváció. Eszterg a marógép van, meg tudtam csinálni mindent. Jegyzeteimből azt látom, hogy kb. 160-170 munkaóra volt a tervezéssel együtt a gyártás, és kb. 600 ezer forintba került. Na! Korrekt kis kondi lett. Van egy felknyom. Itt ugye tudsz googolni és felül húzóckodni. Tök jó, itt is van egy tükör, van kardiógép, hangulatos, abszolút, nagyon. Abszolút rendben van. Igen, itt még nincs húzat vagy párna igen, a padon. Igen, vassal, kemény férfi szépen, ez szépen meg lett csinálva, ahogy kell. Papatyi Valentin. Szia, láttam a videód, nagyon tetszett, ha esetleg lesz folytatás, szívesen küldenénk is egy pár képet a saját kis garázs termemről. Nagyon tetszik a feeling, amit ad, szinte mindig baráttal edzek egy kis zene mellett, és számomra minden lehetőséget megad ez a kis terem ahhoz, hogy az ember egy jó kis hangulatú edzést letoljon. Egyébként pont ez a lényege szerintem. Igen, és egy otthoni kondinak áthívod a haverokat. És barátodat. Milyen jókat edzettünk egy igen. Nagyon jó, ki van maxolva, állítható. Igen, ez a variálható súly, ezt nagyon, kézi súlyzó, nagyon ki akarom kettőbel, próbálni, hogy kíváncsi különböző fejek, van kötél. És ventilátor, és pont van egyébként annyi gép, meg annyi lehetőség, hogy ketten ezt tökre tudjátok igen, nyomni ilyen szettekben, igen, vagy kis köredzésben. Na nézzünk még egy utolsót. Szia, csatlakoznék néhány képpel az otthoni gym megbemutatásához. Amikor megvettük a házunkat, a legnagyobb szobát egyből lefoglaltam kondiszobának. Amúgy tanulok, tehát, hogy már... Nem, de amúgy de. Amúgy ezt találom. Ez így fog menni, is, hogy van. Kulcs, átveszük a kulcsot, és na, melyik lesz a kondiszoba? Van itt minden. Gyűrű, tolóckodó, húzózkodó. Tök jó ez a kis sarokpolc megoldás. Látom, vannak igen, érmek is. Itt van ez is nagyon tetszik itt az ajtón kívülről egy ilyen kis nyomat, hogy itt bizony kondi van. Ott egy Mici Maszkó is, valószínűleg az a gyerekszoba. Ott egy kép. Gyerkőccel. Gyerkőc, ó, akkor egy rendőrről van szó. Ó, igen. Befizetted a... És akkor itt van a kültéri kondi részleg, ez szerintem a before kép lesz. Aha. És itt elkészültessék egy ilyen teljesen komplett. Itt is tolóckodsz, húzóckodsz, tudsz ilyen majomlétre jelleggel mászni. Azonom, hogy a gyereknek is jó mászókának, és a gyerek is tud rajta játszani, tehát ő is tökre el van vele. Azért ez így adott egy kis inspirációs löketet. Hát nagyon-nagyon köszönjük ezeket a fantasztikus képeket. Nagyon köszönjük, igen, és tényleg mindenképpen jelezzétek amúgy, hogy szeretnétek, hogy ezt folytassuk tovább, mert bőven van még benne kakaó, és most is elmondom, mint hogy az előző rész végén is elmondtam, hogy a voroszoart@gmail.com-ra itt látjátok kiírva, ide még továbbra is küldhettek ilyen fotókat, hogyha és mindenkinek megmutatni. Nagyon köszönjük, akik eddig már küldtek, azoknak is, akik nem kerültek esetleg ebbe a videóba, és hát miattuk is reméljük, hogy ennek le még lesz folytatása. És azért is egyébként köszönet, hogy ilyen szépen részletesen kifejtettétek az életútját, meg a történetét ezeknek a kondiknak, meg hogy írtatok magatokról is pár szót, szóval ezek nem ilyen összecsapott dolgok voltak, hanem ebben van meló. Azt hiszem valaki írta is, hogy több órát töltött el azzal, hogy megszerkessze, meg összegyűjtse a képeket, úgyhogy tényleg megtiszteltetek. Hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, személyre szabott edzéstervért, étrendért látogassatok el a sportolik.hu-ra, ott más termékeket, szolgáltatásokat is találtak, úgyhogy mindenképpen érdemes szétnézni, és elindult az applikációnk, amiben Kingával mind a ketten edzőként is hát részt veszünk a munkálatokban. Ez a Movement névre hallgat, ehhez is megtaláljátok a linket a leírásban a weboldalhoz, úgyhogy erre is nézzetek rá. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, és hamarosan találkozunk a következő videóban. Sziasztok!